Úgyhogy ilyen szempontból mondhatnánk, hogy amúgy mindkét könyv szökik. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a júliusi összegzésem lesz, ugyanis nagyon gyorsan és nagyon hamar eltelt a július is, és most nézem, hogy ferde a... Nehéz belőni, hogy ferde-e a polc, mert hogy amúgy csökkenő magasságúak a könyvek, szóval... Jó, ferdének fog tűnni így is. Szóval, július egyszerre ment el nagyon gyorsan, és közben valahogy lassan is, de... Nem mindegy, aktív egy hónap volt itt sokféle szempontból, ugye ezt már több videóban emlegettem, amiket így raktam ki a hónapban, hogy így költöztünk, meg volt minden egyéb más is, úgyhogy a júliusi olvasási mennyiségem az nem volt olyan túlzottan sok, főleg ahhoz képest mondjuk, amit a júniusi teljesítményemnek lehetett mondani, ugyanis összesen két darab könyvet fejeztem be, illetve majdnem egy harmadikat is, nem sok híja volt. Ez itt, ami visszamaradt. De ezt a maradék, hát 60-70 oldalt nem hiszem, hogy ma már be fogom fejezni, mert nem lesz rá időm. Úgyhogy igazából megvárhatnám az augusztus 1-jét is, és úgy felvenni, de mindegy, szeretek így összegezni, majd beszélek róla ebben a videóban is, meg a következőben is. Szóval, nem volt egy túlolvasós hónapom ez, de igazából nem vagyok vele kapcsolatban túlzottan csalódott, vagy ilyesmi, mert hogy alapvetően nem éreztem rossznak, csak máshoz volt kedvem, mint az olvasás, ami ugye előfordul, például elkezdtem a Red Dead Redemption 2-t, és hát az ugye viszi így az ember idejét, meg ilyenek, szóval ez így becsúszik. Meg be kellett fejeznem a Life is Strange-emet, hogy le tudjam mondani a PS Plus-t, mielőtt megújítaná, szóval igen, inkább játszottam. Valahogy ez most jobban kedvem volt hozzá. Na mindegy, nézzük akkor, amiket olvastam júliusban. Az első könyv az Lee Bardugótól volt, a Hellbent. Ez ugye az Alex Stern sorozatnak a folytatása volt, és én azt hittem, hogy ez egy duológia, de mint kiderült, lesz még egy kötete. Nem teljesen tudom ezzel kapcsolatban, hogy érzek. Szerettem a 9. házat, ami az első része volt. A Hellbent nagyon-nagyon döcögősen indult. Nem volt rossz maga a könyv, és a második felét sokkal jobban szerettem, mint az elsőt. De az első fele az... Hát az tipikusan az az eset volt, hogy felvettem, olvastam így két-három oldalt, letettem, felvettem, olvastam megint pár oldalt. Ez szerintem egyrészt a sztorinak is betudható, másrészt annak, hogy egy csomó névre, meg nem emlékeztem kontextusokra. Ugye már vagy két év olvastam az első részt, és így hallány emlékeim voltak, és próbáltam fölvenni a fonalat azzal, hogy mi történt benne korábban, meg ilyenek, de hogy... Ja, nem volt egyszerű dolog. Ugye ebben a második részben mentek, hogy kimentsék Darlingtont az alvilágból, és gyakorlatilag ennek erről a küldetésről, erről szól ez a második rész, de közben így vannak egyéb történések is, mert ugye nem egy egyenes dolog volt sem az első könyv, sem ez. Kíváncsi vagyok, hogy hova viszi még tovább ezt az írónő, mert hogy ugye nyitva maradt a vége, és meg is néztem, tehát elvileg tényleg lesz ebből egy harmadik kötet is, de semmiképp nem tetszett jobban a második rész, mint az első. Nem tudom. Az első szerintem vagy jobban elkapott, vagy jobb időpontban olvastam, de most ez a második, ez kicsit kevésbé volt jó. Azt hiszem, erre így is 4 csillagot adtam, szóval, hogy amúgy nem értékeltem rosszra, meg nem éltem meg rossz élményként, csak furcsa érzéseim vannak a könyvvel kapcsolatban, maradjunk ennyiben. Szóval ez volt a Hellbent. Ezek után olvastam Kingfishertől a Varázslókalauz önvédelmi sütéshez, ami egyébként a júliusi közös Buktyuk könyvklub könyvünk is, amiből lesz kibeszélő azután, hogy ezt a videót felveszem, amiben eredetileg részt vettem volna, aztán sikerült összeszerveznem úgy dolgaimat, hogy ütötte a kettő egymást, úgyhogy nem fogok benne részt venni. Ez a könyv alapvetően arról szól, hogy Mona egy kenyérmágus, és hát onnan indul, hogy talál egy hullát a pékségükben. És itt közben valahogy a mágusokat egyre több kirekesztés éri, meg szabályokat vezetnek be, szóval egy ilyen
nyomozásszerűségbe kezdenek, per közben Mona is próbál túlélni, mert hogy ő is ugye mágus, és ezért egy terítéken van, hogy vele is történik valami. Nagyon tetszett egyébként ez a könyv, és az első fele az egy így elolvastam, és kiolvastam, és elrepült. És utána volt egy pont a könyvben, ami után tisztázottak a dolgok, de még a végén lévő nagy csata előtt, ott a kettő között nekem kicsit leült, valahogy úgy nem volt meg így az íve, vagy nem tudom, tehát ott meg volt az ív, leült, és utána valahogy nem mászott nekem vissza az érdeklődésem. Úgyhogy az utolsó csata, meg a csatára készülés, az kicsit ilyen meh volt nekem valamiért. Az a része az valahogy így nekem nem. Annyira nem. Nem hozta vissza a hangulatot, meg a lendületet, ami az elején megvolt, pedig amúgy nagyon szerettem, meg nagyon... Hát igazából vicces is volt, érdekes is volt, tetszett az egész, ahogyan azt fölépítette. Volt benne egy nagyon megható rész, ami elszomorított, meg hát a lovakhoz kapcsolódó mindenféle dolog az egyébként nálam egy win, ugyebár. Úgyhogy kicsit ezzel a könyvvel kapcsolatban is vegyes érzéseim vannak, főleg a vége miatt, pedig amúgy jó vége volt, nem tudom, valahogy elvesztett, és ott leült a lendületem, és utána nem is volt annyira kedvem olvasni, mert hogy úgy magában is egész kerek lett volna a történet, ha az a része nincs, ami a folytatása volt, miután leült. Nem tudom. Úgyhogy ilyen szempontból mondhatnánk, hogy amúgy mindkét könyv... Szökik. Szóval, hogy mindkét könyv kicsit furcsán fejeződött be számomra, de hogy amúgy nem éltem meg őket csalódásnak, csak nem volt meg a lendületem. Úgyhogy ezek azok, amiket befejeztem, és van egy könyv, ami, ugye, mint mondtam, majdnem be van fejezve. Ez nem más, mint Erdős Zsuzsonától és Király Anikótól a Palacsinta éjfélkor. Ez viszont egy szörnyen jó könyv. Imádom. Nagyon rég volt olyan, hogy hangosan nevettem könyvön, ezen a buszon is szakadtam, mindenhol folyamat röhögök rajta, de hogy ez, ahogy olvasod, és kibukkan belőled a nevetés, nem csak a magadban mosolyogsz folyta, hanem kibukkan belőled egy ilyen... Tehát minimum ez, de volt már olyan egy nagyobb röhögésem is volt rajta. Rettentően vicces, és nagyon jó hangulatú ez a könyv, és nagyon-nagyon élem, nagyon tetszik, ahogy a tinédzsereket megformálták benne. Mindkét karakternek nagyon jó a személyisége, nagyon jól hozza saját magát, tehát nagyon jó egyenlőség is van így a két hang között, én úgy érzem. Szerintem tök jól megragadja így a tini létet, az középiskolát, mert ugye középiskolás kollégisták vannak ebben a könyvben, és a két főszereplőnk inszomniás és éjszaka, ezért találkoznak a konyhában, és elkezdenek főzőcskézni, és hát ugye amúgy ifjúság romantikus könyv. Nagyon-nagyon szeretem azt a könyvet eddig, és nagyon tetszik, és nagyon jó. És ezt abszolút csak az időhiány miatt, mert nem volt adott napokon időm leülni olvasni, és azért nem fejeztem be a hónapban, de nagyon-nagyon tetszik eddig, és nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy erről még fogok áradozni augusztusi összegzésben is, úgyhogy készüljetek fel, ez egy nagyon jó könyv, úgyhogy már most így mondom, mielőtt végeznék vele, hogy imádom. Úgyhogy ez egy ilyen kis rövid összegző, mert hogy ugye ezeket olvastam így júliusban. Kommentben írjátok meg, hogy ti miket olvastatok a hónapban. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!